Horváth Gyula Topolyán született, de Bács Gyula falván nőtt fel, és bár életútja az Újvidéki Jogi Egyetem elvégzése után Bécsbe, majd Budapestre vezetett, szülőföldjét sohasem feledte el. Van egy mondás, egy elég bölcs mondás, amit én megfogadtam, az azt jelenti, vagyis úgy hangzik, hogy sose feledd, hogy honnan jöttél, honnan származol. Én jártam sokfelé külföldön, éltem is, meg sőt most is kettős életet élek, kicsit Budapest, kicsit Siófok, kicsit Telecska. Itt nyitottam egy éttermet, egy közösségnek szántam az éttermet, ez a pontos megfogalmazás, és teljesen egészében azon vagyok, hogy a falunak nyújtsak valamit, hiszen gyerekkoromban a falu nyújtott nekem mindent. A vállalkozás 4 helybélinek nyújt munkát. Gál Gábor szakácsként dolgozik a csárdában. Ez az első munkahelye. 24 éves vagyok, és ez az első munkahelyem. Ezt is úgy szereztem, hogy bejöttem ide, mint vendég, és a főnök asszony leállított, hogy ki milyen iskolát végzett, és mondtam, hogy szakács, és pont szakácsot kerestek, és így ide bekerültem. Szerették volna, hogy kimenjek külföldre, de így itt maradhattam, és örülök a lehetőségnek, és igyekszek megbecsülni. Az étlapon egyaránt találhatók hagyományos fogások és újabb ízek. A minőségi alapanyagokat a helyi és a zombori piacon szerzik be. Szabó Kornélia, Gyula párja nagy tapasztalattal rendelkezik a vendéglátás terén, hiszen Siófokon 2 éttermet is üzemeltet. Hetente készítünk pacalt, sertéspörköltet, gulyáslevest, babgulyást, akkor ami mindig az étlapon szerepel, az egy olyan vegyes csárdatál, csárdatálnak nevezzük, amin van szerb és magyar étkezés is, így mindenki megtalálja magának való ízeket, mert azon van perszkavisza, van csevap, van gordonblő, cigánypecsenye, olyan zöldségfélék, ami egy kicsit egészségesebb is, tehát mindent arra a csárdatára olyat igyekeztünk rátenni, ami mindenkinek megfelel, de ez fogy a legjobban. A 100 férőhelyes csárdában pincehelyiség, múzeum és egyedülálló módon még kis kápolna is található.